Zeus 2021 nyarán tűnt el Tiszakécskén, amikor Tíria korábbi főbérlője egyszerűen kiengedte őt az utcára. A kutya ekkor már 8 éve a családdal ért, 2013-ban fogadták örökbe. Január 16-án bejelentés érkezett a telefon az ebrendészeknek, hogy Tiszakécskén van egy kóbor kutyus, ők ki is érkeztek a helyszínre, ez a tiszakécskes pár üzlet környékén volt, megtalálták a kutyát, azonnal is ment hozzá, nagyon barátságos volt, elmentek a MOL benzinkútra csippet olvasni. Az adatok alapján csak a nevét lehetett beazonosítani, mert egy budapesti cím volt bejegyezve, és rossz volt a telefonszám. Ezért felraktuk a Facebook oldalunkra, hogy keressük ezt a nevű gazdit, meg egy fotóval. Rövid időn belül jelentkezett is a gazdi, akit viszont a jelenlegi főbérlője értesítette a posztról. Tíria és a gyerekek azóta egy másik lakásba költöztek, azonban oda sem hiába vezette őket a sors. Az aktuális bérbeadó mutatta meg ugyanis Tíriának a tiszakécskei ebrendészeti telep posztját, amiben Zeus gazdáját keresték. Hatalmas volt az öröm, a hölgy, a gazdi, az sírva telefonált, tehát tényleg egy ilyen hatalmas öröm mámorban, könnyeivel alig tudott beszélni, annyira örült, hogy meglett, 2,5 év után a kutyusa. Úgy veszett el a kutyus, hogy Budapestről leköltöztek Tiszakécskére 2,5 évvel ezelőtt, és az akkori főbérlője kiengedte a kutyát a házból. Nagyon sok helyen keresték, hirdetést adtak fel többféle oldalon, de sajnos nem találták meg a kutyust, hanem így 2,5 év után került be hozzánk a telepre, és mi csippet olvastunk, 2,5 év után került be hozzánk a telepre. Sajnos itt is mutatja azt, hogy olykor időnként kell, hogy az adatokat egyeztessük le, hogy valóban megfelelő adatok vannak-e a csiphez hozzárendelve, mert itt is, hogyha meg lett volna mondjuk a telefonszám, akkor sokkal könnyebb lett volna haza vinni ezt a kutyust. Amikor a hölgy telefonált, akkor mondta, hogy sajnos nincs neki autója, az ebrendészek azonnal a segítségére voltak, és hazavitték a kutyust, hatalmas volt az öröm. Később kaptuk még aznap este a videót, amikor hazaérkeztek a gyerekek, hogy mekkora öröm volt a gyerekek számára, és hogy ennyi év után azzal, akivel felnőttek, megtalálták végre, és hazakerülhetett. Hatalmas volt az öröm, nagyon gyorsan, pár perc alatt szinte feltalálta magát. Amikor hazavitték, az ebrendészek mesélték, hogy mintha tudta volna, hogy a háznak a melyik részén kell bemenni, felmenni. Tehát mintha hazaérkezett volna. Nagyon okos kutya a gazdi elmondása szerint, nagyon sokat foglalkoztak vele, nagyon sok trükköt, utasítást tudott, amit rögtön az első perctől kezdve, amikor a gazdi kérte, hogy ül, az én szavakat használta, a kutya ugyanúgy megcsinálta neki, mint régen. Tehát nagyon gyorsan megismerte a gazdit is, a gyerekeket meg még hamarabb.